Eindhoven, második pedig Hallein. Mindenütt jövődkő is lehet, hogy erre kellett volna jönni, nem arra körbe az autópályán, mert hogyha Hallein alatt van veled, akkor el lehet jönni erre. Zsír. Szépen lassan ezek kezdenek letisztulni a dolgok, hogy itt hogyan működnek Ausztriában. Ugyanis itt nagyon-nagyon tilos bejönni a B320-as rákkora autóval. Kivéve, hogyha a célforgalom megy. Na most nekem a célforgalom azt jelentette, hogy a két autópálya között valahol van a lerakó, akkor célforgalom vagy. Hát nem. Hanem ha nem mész át a határon, hanem valahol itt Salzburg tartományban van a lerakó. Márpedig Zellenzi a Salzburgban van. Na, akkor célforgalom vagy, tehát bejöhetsz. Mondom, jó. Sőt, ha ott raknék vissza, valahol Salzburgban, és jönnék lefele, akkor is végigjöhetnék itt. Hallein alatt, úgy Salzburgban, Hallein alatt. Ha már Salzburg fölött, az A1-es fölött rakodnék, akkor már nem jöhetnék végig. De útkor, mikor mentem, ugye visszafele, akkor kedden. Ugye akkor kellett volna erre jönni. Azt utána izé. De Neumárban volt az első felrakó, utána meg valahol máshol fent. Végigmentem, hogy majdnem fölbladunk igazán. És hát hiszen láttam. Azt nem tudom már, összefolynak a napok. Jövök, megyek, teszek, veszek, azt veszem észre, hogy már péntek van és megyünk haza. 40 km-es az A10-esen vagy, de jó. Tudom, hogy hosszú szakasz ez. Na mindegy, szóval akkor ott elmentem a B1-esen. Hiszen ki volt táblázva, hogyha onnan van a kiinduló helyen, akkor felsorodott a táblán a kivételes településeket, hogyha onnan indulsz kifele, akkor végigmehetsz. Te meg ugye ott volt, úgyhogy végigmentem. Sokan dicséritek ezt a kameraállást, hogy ez nektek mennyire bejön. Hát több beszarok. Hát ez kellett a népnek ennyire. Hoppá, már van egy sír felvonó illetve, de jó. Tétó táblák sora is hada. Ez meg innentől autóút. Nem tudom, itt egyébként egy sávos autót, de mehetek?
hát levédettem itt és most. Lehet, hogy ott, ahol átolt. Jaj, hogy mínusz volt. Flagming az ilyen siessző hely, nem? Jönnek ide az emberek siessni.
Ki volt a hatházi? Nagyon siezni. Egyébként.
vonattal közlekednek, a vonatok azonos innen, másik vágányt megépítik, mellettük meg a folyó, mert a gödörbe. Konkrét, visszafele irányba is, ami parkolóban, mert akkor kell majd egy szünetet tartanunk. Az elsőtől szabaduljak meg minél előbb.
miután azt hittem, hogy ez a sárga tábla ennek a cégnek mutatja a kijövő kamionoknak, hogy 3.11-esen lavina veszélye nem. De hogy most nincs érvényben. Az alagút előtt el kell menni, és akkor megérkezett az úti célhoz. Lehet majd visszafordulni, ja. Gyermekim az Urban, jó. Úgy. Itt állok fél órákat. Na! Hú! 200 méter. Hát az elég erősen. Hegyes. Azt mondtam, onnan nem sok minden látszik. Ja, itt van nem messze Zalba, oda szoktatok járni, síelni. Az előbb hagytam el Rauriszt, oda is szoktatok járni, ugye ott van, vagy a Rózsi Csaba is. Ó, bazd meg. Senki. Nekik stop tábla. Le kell mennem a járdára, nem? Jó, hogy elférnek. De ezek a visszafordító kanyarok, stb. Ha mondjuk kényelmesebb így visszafordulni még mindig, mint hogyha onnan kéne barna egy éppen a forgalom, ekkora forgalom melletti kanyarodnom. Azt nem mondták, hogy hozzak silécet is. Bárhol már nem sok van, csak fönn a hegyvidéken. Ez nagyon jó. Jaj, hülyeség van az a hülyeség. Valahol Kaprun is itt van, oda is szoktatok járni, is ilyen. A már aki. Ugye, már aki. Én nem. De túl sok értelmét nem látom, hogy lecsúszok a havon egy récen, és akkor utána vissza felvonulzok, azt meg én lecsúszok. De biztos jó annak, aki szereti. Engem nem mozgat meg. No. Cellámzébe bemegyünk. Úgy. Tunásperre. Így van, azt szeretjük az ilyet. Akkor végigvergődünk a városon. Férünk végül is, oly mindegy. Már jó ideje le lehet zárni, mert olyan mocskos az út körülötte, mint az állat. Haladjon egyenesen előre. Ja, közben ezt az éjjel már csak kéne látni, hogy merre kéne menjek. Az meg mondjuk várható volt, hogy ideben dugó lesz. Ó, étterem. Menjünk be kajálni. Bármilyen csak megint 90.
milyen jó ez a pohártartó, nem tudod, hogy be kell feküdni hozzá. De ezt mondod, ez jó sikerült. Csak az íze miatt iszom, mert ez koffeinmentes. Eddig azért nem nagyon ittem energiaitat, mert... Már hogy koffeinos, meg vizés, meg kintaurinos, na mindegy. De hogy igen, persze, hogy nincs értelme. Tehát mondom, én az íze miatt iszom, mert baromi jó íze van. Meg szeretem az én savas cuccokat. Dear hell, létszik. Csak egy zsugorra. Nem, mondtam, hogy nekem nem kellenek ilyen izé, ingyen ajándékok. De azért, ha úgy van egy ingyen zsugor ott elfekvőben, akkor én elfogadom. Van még másik is, ami baromi jó. De, azért ez na. Magyar gyomorba, magyar hell. Így. Tudtátok egyébként, hogy Magyarországon is van taurinos energiaital? Csak nem forgalomban, hanem gyártásban. Ugyanis itt kint a hell is taurinos. Múltkor direkt megnéztem. Villában. Hopp, egy taurusznak a teteje. Oda néz. Hű-hű, viszi álma. Ezt az előbb előztem meg ott valahol följebb még. Szegény terronat mindig félreveszik minden elő. Mondjuk azon a szakaszon egy vágány a pálya. Itt kettő. Fú, meg így is 10:30-ra odaérek a következőre. Ajjajjajjajjajjaj. Még így, hogy dugóban szüntjegök, még így is. Ajjajjajjajjaj. Hegyoldal, vannak is házak, mondjuk ott már nem, mert ott már hegyoldal van nagyon, és akkor itt meg itt az út, meg ott a vasút, és akkor mellette lenne a vízparton egy kis sétány. Jó néz ki, csak amikor az arcod mellett dübörög a vonat kereke, azt szerintem olyan kényelmetlen. De hangulatos, szóval érdemes eljönni. Nagy forgalom miatt van ez lezárva, hogy ne. Már ugye nem teljes autószélességű. Kicsit kilónálnak az autók, aztán... Hogy ne akadályozza a forgalmat. Akadályozzák a forgalmat, ezért inkább lezárták. Na most ezt megbeszéltük, bár szerintem még itt áll egy személyautó, még kamionnal is elférnék. Igaz, mondjuk akkor benne a veszély, hogy valamelyik bamba meg nem, akkor meg lebarmolja a tükröt, meg az oldalát, csak probléma volt belőle. Azt lehet, hogy volt is. Most csak tele az orrom takonja, meg a fél fejem. Aztán nem igazán tudok beszélni sem. Kiértem végre Cellemzéből, itt van jobbra kaprun. Nem gondoltam volna, hogy én síelés nélkül egyszer eljutok majd erre. Sikerült, nagyon jó. Kamionnal. Bár még mindig jobb, mint a télen jöttem volna, csúcsforgalomban. És voltak ott benne a városban csomóan, akik siréccel érkeztek. Ott egy kicsit vegyünk össze a tempóból, mert sok lesz. 400 méter múlva haladjon át a körforgalmon második. Második kiállás.
persze, hegyvidék, hegyvidék, de hogy én nem számítottam, hogy ennyi lapos van, hogy ilyen széles utakat lehet itt építeni. Azt hittem, hogy úgy mennek az autók, hogy összejönnek a tükrök. Hát nyilván van. Hely. Hát ha sielni nem is fogunk eljönni, de azért... lehet elmenni Raulisba. De megnéztem azt a hotelt, amit Csaba, ahol Csabáik is voltak, és szép-szép, de az, ugye akkor megláttam az árakat, mondom kipróbálni. Oké, okay. Biztos benne most sok minden, annyira nem néztem utána, csak így első blikre, mikor megláttam az árakat, hát nyeltem egyet, és megkapaszkodtam az asztal szélében. De jó, végül is, aki szeret síelni, annak biztos, hogy csomó benne van, ami hasznos, meg amúgy a környék tényleg Kárpótól messzebb, mint a Rusebb. Csak mondom, az ugye első blikre, hogy nyerte egyet. Tudnám folytatni is, hogy miért éri meg, csak az már nem publikus. Az a sértődésre adna okot. Szélén, aztán ha mégsem bírja el a kamiont, mert oké, nincs teli berakva, már csak az első negyedében van pár ramlap, hiszen 11, az is karton, de hogy üresen is 15 tonna. Mint legyen ez 3, fönn van, ez 18. Oszt, ha nem bír el, mit csinálok? Viszont volt parkoló, az biztos. Tehát föl, csak ugye le van soron, púzom, mert minek álljon meg nézelődni az ember. Jó, nem ezzel, nyilván. Személyautóval, de hát azzal se kell oda bemenni, mert le van sorompóval zárva.
eddig jó. Nem itt lesz a gond, itt még széles. Ó, itt milyen jó lehet az izé. Ebben az időben az áruszállító teherautónak bejönnie. Mert itt végig tud menni, ezt tud kifordulni az utcán is. Haladjon át a körforgalmon, második kijárat. Ezért kaptam egyébként visszafele munkát. Ilyen építőipari cuccokat. Hát nem biztos, hogy építkezésre viszem őket. Lehet, hogy... Bauhaus meg ilyenekbe, mindegy, mert azt is, hogyha Bécs belvárosába kell vinni, ahogy a Norbinak is kellett, akkor... A körforgalomnál térjen balra, harmadik kijárat. Ez ugye ámpő kellemetlen lesz. Gyerekek, ha a Tor 2-nél kéne lerakodnom, akkor patikára így ráraktam a Tor 2-re. De ez a Warenhaus gang, úgyhogy itt ebből nem lesz rakodás. Ó, te Isten. Tudtam egyébként, mindig ez szokott lenni. Ha nem kell állnom a rámpára, csak elérakom mondjuk például ilyenért, akkor ez van. Ja, hogy az ott egy parkoló akart lenni? Itt egy újabb remek lehetőség, az előző videóban mentünk fölfele Salzburgba, most pedig jövünk le Salzburgból.
Bedzé partján kamionozunk, azért ez sok jacht, itt meg a stégek, meg a mit tudom én, az autópályázó, itt a hegyoldalban megy fönt. Milyen helyekre nem tudnak ezek a srácok házat építeni, meg lányok, csak hogy politikailag korrektek legyünk. De húzzam föl, mivel a szélzajtó nem hallatok semmit. Na mindegy. Megjöttem a 154-esen, Monzéig, most már a 151-esen vagyok, vagy a 3-ason, aztán megyek a 151-esre, vagy a 3-ason, nem tudom, de mindig jobbra, vagy balra, mindig nekik a nyarodatlan. Ezt néztem már, még a végén a Rókaiba fogunk kamionozni. Na, de nem baj. Jó, szembe jössz. Nincsen gáz. Kerülgessen. Hát ez kicsit olyan, mintha Balatonparton kamionoznánk, miközben ott van az autópálya. Csak hogy. Menni kell Oibiklőnél lefele. Be a hegyekbe. Hát ma autópályát túl sokat nem láttam eddig. Jó. A hegyet viszont annál inkább. Na majd jövök. Az mi komoly? Most már itt vagyok lenne én eddig a Norbival beszéltem. Itt vagyok lent a B153-ason, bent a hegyek között. Most már a tavakat elhagytuk. Az mi kemény, hogy kín volt a hullánc használata kötelező 3,5 tonna felett? De amúgy csak jelezni, hogy olyankor fel is kell tenni. Mert 13,5 fok van, meg száraz az út. Nem hiszem, hogy nagyon fölmennénk magasra hegyekbe, mert nincsen szerpentin az úton. Tehát most ez ilyenkor mi van? Nem vették be mi? Hogy nem forgatták be a táblát. Tehát amikor megláttam, már vertek a vizek. Na mindegy. Fú, de annyira ki... Olyan új szűkületek voltak ezen a 151-esen, meg az 52-esen. Gyerek, jött volna szemből kamion, nem tudom mit csinálnak. Belógó erkélyek. Volt olyan rész, ahol olyan közel voltam a Monzéhez, hogy a jobb tükör az úgy fölötte volt, a tó fölött. Mert különben a szembe jövő személyautóban nem fértünk volna el. Ezt így 10-zel, 2-vel, 4,5-lel, így mentünk el egymás mellett. Ja, jó, jó volt, jó. Hát sajnálom, hogy nem tudtam félvenni, mert Norbival beszéltem, de... Azért. Kellett, hogy ő közben nyugtasson a hülyeségeivel. Majd... Voltak szóhasználatok. B-utas, hogy lehet ilyen? Személyautóval tök jó. De aztán hát ugye, amikor bekerültem az ilyen szükletbe, akkor azért leesett, hogy miért nincsen nagyon teherforgalom erre felé. Erre pont jön szembe a kamion. Lengyel ráadásul. Még ha osztrák belföldes, még azt mondom, de hát nemzetközi is. Na mindegy. Először járok erre, ugye ilyenkor élmények, tömkelege. Egyébként eljönnek így ilyen erdei utakra biciklizni otthonról. Aminek nem tudom mi értelme van, mert erdő van otthon is. Hát ha az osztrák fa az szebb, akkor gyertek ide az osztrák fenyvesbe erre biciklizni. Jó, mondjuk ilyen hegyek otthon hát nem nagyon vannak. Vannak, de nem nagyon. Mondjuk biciklőtek is olyan balfaszú vannak, hogy ezt inkább hagyjuk. Igazatok van, gyertek Ausztriába biciklizni, ez a lényeg. Meg itt azért Ausztriában egyébként egy csomó helyen a régi vasútnak a területét azt nem beszántották, hanem biciklizni csináltak rajta. Hát otthon nálunk a régi 25-ös vonalnak a helyén van. A nyomvonalán a bicikli út. Én arról az egyről tudok, aztán, hogy egyébként van-e még országban ilyen, hogy a régi vasútvonal területét bebicikli utazták volna, azt nem tudom. Kurfenreich, kurvákban gazdag útszakasz. Nem, kanyarokban gazdag.
pihenő, egy éles jobbos. Az átlagsebességem, ha elér a 40-et, akkor már örülök. Akkor az azért már nem olyan szar. Ja, a kamera előbb-utóbb ki fog szerintem kapcsolni, mert megint a végét járja az aksi. Háromból egyet elhagytam. Kurva boldog voltam. Mikor itt hátul izéltem, ilyen pótosokazgatásos marhaságokat csináltam aztán. Sütj! Úgy gondolt a GoPro, hogy pattan egyet, aztán az aksi is megpattant. Ádám volt nagyon boldog, de hát ez van. Nem is lett meg, szóval ez valahol fennakadt, de hogy azóta már leesette, vagy még mindig ott van fennakadva, nem tudom, mert szét volt akasztva a kamion, egyszerűen nem találtam sehol. Nem tudom, hová esetett az aksi. Kocsi alatt sem volt a földön, mondom, tehát valahol beakadt. Hát amilyen zegzugos hátsó hídja van ennek, bármelyiknek, most nem fogom megtalálni a büdös életbe. Na, fél óra is ott vagyunk elvileg az első erakón. Thank you.
helyekre azért nem nagyon jutna el az ember. Ausztriában. De egész eddig, amíg nemzetköziztem, hát ide le nem jutottam. Jó, most sem mindig, mert azért a Bécs környékére kell menni, vagy Linz környéke, vagy esetleg idefelé Salzburgba is. Kapok egy komplettet vissza, vagy mondjuk két felrakót, azt is valamilyen logisztikai központban, hát akkor se kell ide lejönni. Tábla nincsen, hogy amúgy éles útkanyag van balra. Bad Geusern a település egyébként, ahol
volt, illetve ahol itt a Pöcsön baszinél. És hát az ott fönt, az a csúcs. Szép a kilátás. Gyertek el ide is, hogyha tehetitek. Érdemes körbenézni itt is. De hát olyan szügyigérő köd volt, hogy igazából fölösleges lett volna nekem bármit is csinálnom. Na, az udvarba nem lehet bemenni, mert föl van turva. Anyádat. Így. Úgyhogy itt dobunk egy Y-t. A szemben tovább nem lehet menni, mert 3,5 tonnás súlykorlát van. Tekintve, hogy lakóházikók vannak ott. Hál' Istennek, itt meg lehet fordulni. Y-ba. Ez egy konténer lesz. Igaz, hogy a sárba kell beletolni a seggét. Tehát ez van. Szerintem elsőjelni nem fog, mert hát azért néztem, hogy nem olyan sár, hanem ilyen kavicsos ütős szar. Fordulj, bátyja, mert én ne hiszem, a billencs az rövidebb, és az kurvára elfér itt. Csak nem minden autó. Azért megoldjuk, nem? Ó, és a sárba bele sem mentem, pont így mellettek. Ó, nagyon jó. Akartam volna, se sikerült volna jobban. Na. Most, hogy itt a káposzta föld mellett lepakoltunk. 80 méter múlva mehetünk jobbra, majd le tovább Hardbergbe. Mellé igazából, de hát az ilyen Hardbergnek a külső városa, külső része. Fő itt is vannak magyar autók azért. Megkérdeztem furgonos csajt. Hú.
Te oda mész? Az úgy nem oké. Csávó, onnan gyere el nagyon gyorsan, nem tudok elfordulni. Imádom, mikor sehol senki, de amikor dolgom lenne, mennék rá, akkor aztán az Istennek a valami, gyerekek, okozzatok, mert ez így nem lesz oké. Letolhatok így a félre, a betonverkének a placára. Azt ők ott az úton elférnek. Cső. Azért ez szerencse, hogy ez oda meg lett építve. Forduljon balra! Szerencse, hogy megtanítottak tolatni. Amilyen cifra helyeken nekem kovágnom eddig kellett, gyere, bácsi, gyere. Miért lát meg? Ja, mert hogy ez a fizé... Ez a... Na, forduljon balra! Már körvonalazódott. Hú, gyerek, ki nem fordulok, hát jön egy Tesla. Ausfahrt, tiszta jó. Az átidalók között elmegyek valahogy. Cső. A szemből már ki van hajítva a beton. Ezé, elem. Tartozik. Lényegtelen. Ja, amúgy nem volt kint, hogy amúgy erre kell lejönni, csak az, hogy láttátok, teherautót kiárat erre, az, hogy most amúgy fölfele kellett volna menni, vagy erre le. Ki tudja. Szából nem is annyira érdekel. Azt láttam, hogy a főútra jön be ez az út, úgyhogy ezért értem erre. Van szembe az A2, oda kell kitekerni egyből. Aztán megyünk fölfele Bécs fele. Picaj nincs.
Üdvajos nincs, akkor mehetünk a bérbe. Senki nem jön sehonnan. Meleg van, már most 15,5 fok. Dulva, jön a nyár. Itt áll a őünk. Nagyon-nagyon őünk. Szóval elmegyek Bécs fel, aztán le. Oberwart-Büssing irányába. Hát autópályán gyorsabb lenne, de azért az mégiscsak ingyen út. És azt, hogy egy lehajtónyit megyek, ott majd azt hiszem egyet csippanni fog talán a Go-box. Itt valakinek lejött a tükörborító műanyagja. Hogy le tudod rúgni neki 85-te. Az a baj, hogy a végén itt van a visszafordító. Mert 40-es. Ungárnba megy, hanem csak ide a határa, konkrétan a magyar határa, az mit csináljon? Az is menjen el körbe. Akkor elmegyünk körbe. Bár csak a H-betűhöz tartozó 3,5 tonnás tiltás van, más nincsen. Legyen így. Körforgalom már nem lesz, aztán nem olyan kéne Magyarországra bemenni, mert egyrészt nincsen útdíjfizető az autóban, másrészt meg tilalom van, ugye a március 15-e van. Jó, hát a GFL-es persze, hogy mehet, mert ő, ahogy elnézem, ő hűtős. Aztán, hogyha olyan szajré van benne, akkor azzal mehet. De
a múltkor is ugye ezzel az autóval jöttünk erre. Emlékeztek. Itt örömködtem, hogy épül az esetes a határig. Reméljük össze is köti a magyar vele. Erre itt kell bemenni. Francot. Nem az. 300. Jó, kövessük a GFL-est, az a legegyszerűbb. Arra viszont már Waberlis-es korom óta nem jártam. Hát te itt bástya az út közepén. Na. Forduljon balra. Baj van? Mi van? Action, valami van. Jó van, tesó, mire te ideérsz, hogy én be is fordulok. Úgy, egy. Fú, életemben először, mikor kamiont vezettem, egyedül önállóan. Tibi mellő kikelt szálljak, Tibink mellő kikelt szálljak. Az egyik emberke lebetegedett, nem volt ember az autóra, azt még bőven betanulós koromban voltam. Tehát mivel egész végig Angliát jártuk, ezt a kőszegi fuvaros cuccot. Kőszeg, nem kőszeg, mi a szar ez? Rába füzesi. Hogy hívják ott? Opel motort. Kivettek mellőle, akkor vigyem el azt az autót Angliába, meg vissza. 4-10-es kézi váltós, de akkor itt kevertem a moslékot. Nagy volt. Sárga ház mögött ott van, ahogy hívják. Ja, hát ez itt nagyon kavics lerakat, de nem kell bejönnöm nekem. Behajtani tilos, akkor megjöttünk. Akkor ári-bári megjött. Srácok, én ide állok pedig. Tudom, hogy ível leszek, és talán útban is, de... Bőven lesz idő, vagy plac egy szünetre. Jaj. Hát, amikor utoljára jártam, ez még itt nem volt így kiépülve. Na mindegy. Tudjátok megint ez a helyzet, hogy itt kinézel, és akkor balra, ahol az erdő van, az ott már Magyarország. És kész! Na, most már építenek ilyen szép fasza oszlopokat is. Ilyenek lesz, ilyenek. Ilyen lesz egyébként nálam is hátul. Azt a régi szart elbontatom. Azt, ezt a 3D kerítés, ami ez a táblás lófügy, tudjátok. Na, szóval írtassát, oké. Látunk is. Azt akkor ez jó lesz oda hátra nekünk. Hát ami ott van, az már gusztustalanul néz ki. Tiszta rozsda, meg már benőtte a bodza, meg az hát akárc nem, de a bodza az nagyon. Jaj. Na, itt lesz majd parkoló, megtartom a szünetet. Ez délután 2-kor rakodhatok a rondó, nem C-boxba hátul. Na. Ne húzzam le az ablakot, mert nagyon por van. Aztán akkor begyűn az összes por. Ott a határépület egyébként. Rába füzesi határnak az épületje. Sőt, az már magyar oldal. Van az osztrák, az itt van mellettünk, az pont itt akarja. Thank you.
jön-e valami jobbról? Hát én is. Jön, mondjuk ő ide. Nehéz már állakadozó. De hát nem jön semmi. Miért? Mert magyarba tilalom van. Az A2 is egyébként baromi nyugodt volt. Parkolók üresek. Kaprunzalbak, síparadicsom, tömkeleg az Altmurt tartományban, most meg itt vagyunk Burgenlandban, Ausztria. A múltkor meg ott voltam lent Klagenfurt-Villach környékén. Úgyhogy... Ausztriát bejártuk keresztül, Kasul. Az elmúlt hetekben. Hát jó, tudom, az a kis csücsök, ami, az a nyúlvány, ami kinyúlik arra Svájc felé, arra nem voltam, de... Ez legyen a legnagyobb bajunk. Valahogy Tirolra nincs is szükségem. Sem Vorarlbergbe. Meg vagyok ezek nélkül. Nagyon szuperül és boldogan. Jó az nekem itt ez a belső Ausztria, a nagy darab Ausztria. Az a kicsi nyúlvány az annyira hiányzik. Nagyon hegyvidékes, tudod, aztán... Kamionnal nem biztos, hogy elférünk a két hágó között, vagy a két hegy között a hágóban. Bár csukott tükörrel, ez is elmegy. Más nem kikenjük vazelinne, aztán átcsúszik ott. Kivegyem itt a szünetet,